Vadász Kürt jelezte, a harmadik őszbak trófea mustra kezdetét szombaton. Ebben az évben Nyírtelek biztosította a helyszínt, ahol több mint 500 trófeát láthattak az érdeklődők. A kiállítók és a résztvevők száma is évről évre nő. Első alkalommal 150, második alkalommal mintegy 200 őszbakot tudtak bemutatni a mustrán. Ez a szám idén már az 500-at is meghaladta. Ez egy szakmai rendezvény, ahol a vadászati jogosultak, illetve a vadászat iránt érdeklődők eljönnek, és ugye megnézik a idei termést, akkor így mondom, tehát ugye az őz a meghatározó a megyébe, és ugye ennek áprilisban indult a vadászata, és hát ilyenkor ugye a szakma megnézi, hogy kinél milyen súlyok vannak, milyen agancsformák, ki hogy gazdálkodik, mit csinált, hogy ezek az eredmények lettek, tehát gyakorlatilag egy kis ilyen mustra szakmai szemmel nézve. A találkozón elhangzott, Békés után Szabolcs megye a második legjobb terület a vadászok számára, ha az őzállományt nézzük. Ennek köszönhetően éves szinten mintegy 3500 állatot tudnak elejteni. Egy trófea, ha eléri a 400 grammot, már jó eredménynek számít, de a bemutatott őzbak agancsok között találni lehetett 500, sőt 700 gram fölötti példányokat is. A jelentősége akkor érdekes, hogyha értékesítésre kerül a trófea. Minél nagyobb, nyilvánvalóan annál több pénzt kap érte a vadászatra jogosult, amivel tud gazdálkodni, de igazán nem a trófea mérete fogja a bak értékét az elejtőjének meghatározni, hanem az, hogy milyen körülmények között, milyen módon és hogyan sikerült terítékre hozni. Szabolcsban jelenleg 96 aktív társaság működik. A megye vadgazdálkodóinak egyharmada mutatta be trófeáit a szombati rendezvényen.